Jó napot kívánok! Köszönöm szépen azoknak, akik figyelemmel kísérik ezt a sajtótájékoztatót. A aktualitását az adja, hogy újból meghosszabbítottak egy nyomozást a Híd a munkavilágába nevű program, projekt ügyében. 2014-ben tettük a feljelentést, azóta 8 év eltelt, és újra azt a hírt kaptuk, és olyan dokumentumot kaptunk, ami szerint meghosszabbítják a nyomozást június 10-éig, 2022. június 10-éig. Ugyanakkor közben nagyon sok irat eljutott hozzánk erről a idézőjeles nyomozásról, mintegy 800 oldal iratot tudtunk átnézni, 24 tanúvallomást, és azt kell mondanunk, hogy ezek között, a tanúvallomások között nincsen Farkas Flórián tanúvallomása. Az ügyészségben ezek szerint nem merült fel, hogy felelős lehetne Farkas Flórián, aki pedig a Híd a munkavilágába programnak a szerződéseinek a nagy részét aláírta, kifizetési igazolásokat, teljesítési igazolásokat aláírt. A gyanúsítottak, néhány gyanúsított van, a projektmenedzserek, illetve a Roma Önkormányzat irodavezetője vannak a gyanúsítottak között, illetve néhány olyan kis hal, akiknek egyébként meggyőződésem, hogy a jogi felelőssége az iratok alapján sem kellene, hogy felmerüljön. Látjuk ezeket az iratokat, és látjuk azt, hogy Farkas Flórián nincsen a gyanúsítottak között, nem is kérték ki a mentelmi jogát. Ugyanakkor a 800 oldalas oldalból egészen mi is megdöbbentünk, hogy mennyire célzottan próbálják a Farkas Flórián felelősségének a kutatását elkerülni. A 24 tanúvallomást olvastunk, és ebből egyetlen egy esetben sem kérdeztek rá, hogy esetleg Farkas Flórián adott-e bármilyen utasítást, Farkas Flóriánnak volt-e bármilyen köze ehhez az ügyhöz. Tehát a 24 beosztott, akiket megkerestek, akiknek valamilyen köze lehetett ezekhez a projektekhez, egyetlen egy esetben sem kérdezték őt meg arról, hogy volt-e valami köze erről az ügyről. Farkas Flóriánt pedig nem hallgatták meg. A vádlottak közül annyit tudunk, hogy a projektmenedzserek, ők meg nem tettek vallomást. Tehát őnekik még azzal a kérdéssel sem kellett szembeállniuk, hogy őket esetleg utasította Farkas Flórián, mert nem tettek vallomást az ügyben, és még egyszer mondom, az pedig nem merült fel a nyomozókban, hogy Farkas Flórián esetleg bűnös lenne. Az is kiderült a papírokból, hogy a nyomozók ugyan valóban megnézték ezeket a projekteket. Arról van szó, hogy sok milliárd forintot költöttek el, de valójában az ég adta világon semmi nem történt ebben a projektben, de a nyomozás az néhány apró részletről szól csak, néhány 10 millió forintos csalásról szól csak a mi általunk megkapott dokumentumok szerint, és ezek a csalások egyáltalán nem a legnagyobb csalások. Nem láttam például semmilyen olyan jelét annak, hogy a havonta 500 000 forintért bérelt, használt Opel Corzáknak az ügyét bárki vizsgálta volna. És az is nagyon fontos, hogy úgy tűnik, hogy a nyomozás nem arról szól, amit az Olaf is nyomozott, és nem arról szól, hogy hogyan fizették ki a Roma Önkormányzatnak azokat a tagjait, akik Farkas Flóriánhoz hű szolgálatokat tettek. Egyelőre ez a nyomozás természetesen csalódás, egy valamire jó, az arra, hogy bemutassa, hogy Polt Péter hogyan próbálja szabotálni a nyomozásokat, és hogyan próbálja kimenteni a Fideszhez közeli elkövetőket, vagy akár a legmagasabb szinten vezető fideszes elkövetőket. Az egyértelmű, hogy Farkas Flórián megbukott, de ez az ügy, és ezek a dokumentumok, amik hozzánk kerültek, ezek jól
dokumentálják és jól mutatják, hogy Polt hogyan szabotálta el ezeket a nyomozásokat. Természetesen egy kormányváltás esetén meg lesznek az eszközeink arra, hogy ezeket a nyomozásokat kiterjesszük, és kétharmad esetén természetesen létre fogjuk hozni a korrupció ellenes ügyészséget, de feles többség esetén is meg lesznek azok az eszközeink, amivel megnehezíthetjük Poltnak azt a hivatását, azt a feladatát, hogy a fideszeseket kimentse ezekből az ügyekből. Köszönöm szépen a figyelmet!